A paks megszokott letámadásos játéka szemmel láthatóan a videótont is megzavarta, és már a hetedik percben megszerezhette volna a vezetésre a zöldmezes hazai csapat. Míg a Mulfehérvár térfelén történt labdaszerzés után ugyanis haraszti, ahogy mondani szokás, ajtóablak helyzetben egy az egyben a kapusra vezethette rá a labdát, a védők csak a messzeségben, de a paksi csatár kihagyta az ígyszert, mellé ment a lövés uralta a játékot a Paks, de ott elől hiányzott ezen a meccsen egy igazi gólövő, olyan, amilyen a gólövő listát vezető Hán János, akinek a hiányát érezni lehetett az utolsó passzoknál, illetve a befejezéseknél. Persze mindeközben a Fehérvár nem egyszer megvillant, gyors passzos, egyérintős játékával, túllépve a Paksi pressingen, így a meccs iramára színvonalára senki sem panaszkodhatott, éppen ellenkezőleg. Az első félidő végén lekontrázták a vendégek, a védekezésüket nagyon magas kezdő paksiakat. A beadásnál két fehérválés teljesen tisztán érkezett, de a gózsák Mikolics közelről mellé fejelt, illetve fölé fejelt. Szünet után sem változott a játék képe, a nagy iramban fáradni látszók helyett jöttek mindkét oldalon a frissítések. A fehérvár gyorsabb, de jóval pontatlanabb volt, a paks határozottabb, agresszívebb és labdabiztosabb is, kapura továbbra is veszélyesebben játszottak. A közvetlen védelem mindkét oldalon stabil volt, a veszélyes elhárításoknál és a kapusokra, hegedűsre és rockovra is lehetett számítani a legvégsőbb esetekben. Már-már úgy tűnt, hogy gól nélküli a forduló nagy rangadója, de a győzelemért többet tevő, több helyzetet kidolgozó Paks az utolsó negyed óra már abszolút kiegyenlített játékában be tudott fejezni egy nagyon veszélyesnek azért nem tűnő akciót a 80. percben. Ehhez persze kellett újfent egy pontos, erős, jó beadás egy szabadrúgás után, amit ezúttal Bertus is végzett el. A jó cserének bizonyuló, jól fejelő hírében álló Ádám Martin három védőt is megverve, mintaszerűen fejelte a labdát a Fehérvári kapu a látványos gól volt. Tipikus egy -gól mérkőzésen a PFC gazdagodott újabb három ponttal, amivel ismét fellépett a bajnoki dobogóra Bognár György csapata. Én magam is kíváncsi voltam arra, hogy ez a fajta filozófia például egy videóton ellen, hogy működik. És azt mondom, hogy kiválóan működött, nagyon jól játszottak a srácok, agresszívek voltak, itt tudtuk tartani az ellenfél térfelé, a meccs nagy részében a játékot, nem igazán érezte ezt a videóton. A videóton nagyon jó erőkből áll, jó játékot játszik, de nem, nem játszottak eddig ellene ilyen agresszív támadó, véde, védekező játékot. Jó játszott szerintem a belső hármas, örülök a szélpár visszatérésének, ő nagy erőssége ennek a csapatnak, fizikálisan, sebességben is, feljátékban azt gondolom, hogy félkész állapotban is nagyon jó teljesített. Miképpen a középpályások is, akik nem csak letámadtak, szűrtek, hanem sok sok támadást maguk kezdeményeztek. Például a baloldalon Kulcsár Dávid, aki csapata egyik legjobbja volt ezen a meccsen. El is fáradtam én a végére azért, még ha lehet, hogy kívülről annyira nem is látszott, de, de a végén uh, tulajdonképpen a csere is azért volt, még ha időhúzó jellege is volt. Uh, hát úgy gondolom, hogy jó, persze pontozásos sportág lenne, nem az. Szerencsére az 1-0 az elég volt most bőven elég volt. Pont a meccs előtt beszéltük a többiekkel, hogy egy kicsi ollal valahogy be kéne húzni ezt a meccset. Hála az égnek sikerült, és úgy gondolom, hogy tényleg megérdemelt volt. Még ha nem is volt nálunk volt többet a labda, de nekünk volt több helyzetünk, zicserünk. Én úgy gondolom, így a, a meccs után próbáltuk pressingelni a, a vidit néha-néha sikerült is, főleg az első fél idő, első 10-15 percében ott volt ugye az a harának az itcere több lehetőségünk volt, hogy ugye belehibázott, belehibázott hátul a, vidi. Úgy gondolom, hogy ült, ült ez a, a játékunk, amit ugye már mióta a, a Gyuri az edző, azóta próbálunk véghez vinni a pályán és ezt szeretnénk tovább vinni a következő meccseken is. Kulcsár Dávid a tapasztaltabb, máshol megfordult játékosokhoz tartozik a Paksi csapatban. Kifejezetten tetszik neki ez a bevállalós, nyílt sisakos foci. A több szerepünk van a támadó harmadban, tehát nem véletlenül kellett támadnunk két a, a két szélső védőt, adott esetben a, a szélső középpályásokat, Mm, nekem abszolút ízlék, én úgy gondolom, hogy az erőlétünk is megvan, én magamat is jó erőbe érzem, ugye szerencsére sok szerepet kapok, próbálok vele élni, és megfelelni igazából elsősorban magamnak, de nyilván a, a, a csapat csapatnak is. Ebben a játékrendszerben, mint megtudtuk, folyamatos tanulásban van a Paksi csapat, avatott be a kulisszák mögé a csapatnak szárnyakat adó új vezetőedző, és jó érzéssel vette tudomásul, hogy a középpályás védekezésben nem követték már el azokat a hibákat, amit korábban. Rákérdeztünk a közelgő Ferencváros elleni idei utolsó hazai fellépésen a Fradinak ugyanúgy neki mennek, mint a Vidinek? nem félve a rájuk leselkedő veszélyektől meg kell próbálnunk a Fradi ellen is ugyanezt a játékot játszani. Én azt gondolom, hogy abból is egy ilyen lüktető jó játék jöhet majd ki. És ezek után az sem elképzelhetetlen, hogy a bajnoki címvédő a magyar mezőnyből nagyon kiemelkedő, a bajnokok ligájában is vitézkedő magyar sztárcsapat esetleg pontot vagy pontokat hullajt az első számú magyar meglepetés csapat otthonában.